Égnek a mécsesek a szekszárdi sportutcában a Maori Team edzőterme előtt. A terem alapítója, edzője, akit sokan ismertek és kedveltek a városban, ugyanis szombaton tragikus hirtelenséggel elhunyt. A 38 éves sportoló a hétvégén rosszul lett, az orvosok már nem tudtak rajta segíteni. Tüdőembóliában halt meg. A küzdősportok világában a döbbenet, az értetlenség ül ki az arcokra a szekszárdi sportember tragédiája miatt. Krisztiánt országosan is sokan ismerték, mi több, elismerték. Egy ordibába kérdeztem a srácot, mondom, ez igaz, aki telefonált nekem, mondom, ez igaz, ne, tényleg Vas Krisztián, mondom, biztos, Krisztián, biztos. Az edzőpartner, szintén közeli barát, Székely Ferenc, földharcos, nem kevesebbet állít, óriási űrt hagyott maga után Krisztián. Úgyis, mint nagy sikerek elérésére törekvő MMA-s ketrecharcos versenyző, és mint felkészült oktató, edző, ez utóbbira az életét tette fel. Nem csak a sportolók, nem csak a küzdősportolók vesztettek nagyon sokat, hanem az egész város rengeteget vesztett ezzel a tragikus esettel, ami most itt történt, mert tényleg rengeteget vesztettünk. Tehát a gyerekek, ő volt az, aki a gyerekekkel legjobban foglalkozott ebbe a szegmensben. Első komoly ketrecharcos címmeccsét tervezte, a mostani vírusos napokban is készült szorgalmasan. Televíziónknak adott utolsó interjújában azonban fontosnak tartotta Vas Krisztián megjegyezni, már egyáltalán nem az ő karrierje számít, hanem a rábízott gyerekek pályafutása a fontos.